Mi is az, amit tehetünk? Természetesen szerintem ki lehet szűrni ezt a videóból, és egyértelműen arról szól minden, hogy milyen irányba kellene haladnunk. Ez pedig az, amit a mindenható meghatározott az ő könyveiben, illetve a prófétái által. És ez az, amit mindenkinek szem előtt kellene tartani. A világ azért ilyen kusza és azért ilyen zavaros, mert az emberek rossz szemüvegen keresztül nézik. Nem hajlandók elfogadni azt, hogy az egyetlen igazság, ami le van írva, az az írás, és az a 66 könyv, az a 66 kanonizált könyv, amit a legtöbb ember Bibliának hív. Ez az, amit mindenkinek alapul kellene venni. Szerintem úgy, hogyha valaki nem ért egyet azzal, hogy ez az abszolút igazság, és ez az, amihez nekünk az életünket kellene igazítani, azzal nem is nagyon fogok tudni szót érteni, illetve nem is nagyon fogunk tudni szót érteni. Hiszen így teljesen külön dimenzióban fogunk kommunikálni. Ez az első és legfontosabb, amit érdemes mindenkivel tisztázni. És gondolom ezzel a problémával más is szembesült, hiszen mikor rájövünk arra, hogy mi az igazság, és kitaláljuk azt, hogy minden hazugság, hogy akárcsak a lapos föld, vagy az Illuminati, vagy az új világrend, az összes többi dolog, az élelmiszeripar, a chemtrail, HARP, hogy működik a politika, az oktatás, a tudomány, akkor mindenkinek az az első dolga, hogy szalad és megpróbálja megosztani más emberekkel, a barátaival, a családjával. Aztán persze rájön arra, hogy nem mindenki olyan lelkes, mint ő, és nem mindenki fogadja ezt olyan lelkesedéssel, mint ő. Különösen akkor, hogy ebbe megpróbálja beleszűni az írást és a teremtő Jahuát és az ő szavát. Akkor aztán mindenkinek megváltozik az arca. Úgyhogy ezen természetesen én is átestem, és így utólag viccesnek találom, meg visszagondolva, mikor arra gondolok, hogy hogy is kezdődött ez az egész nálam, és hogy mit csináltam, akkor ez vicces, de hát én biztos vagyok benne, hogy ezen átesnek mások is, hiszen látom a hozzászólásokban, meg az e-mailekben, amiket kapok. Úgyhogy én tudom, hogy ezen mindenki átesik. És vicces utólag, hogy felhívni a rokonaidat, hogy kézzeljétek el, olvassátok a jelenések könyvét, mert mi ebben az időszakban élünk, és ez fog történni, és nekünk nagyon gyorsan meg kell változnunk, és mindenki néz, és egymás közt arról beszélnek, hogy ez megőrült ez az ember, és mi történt, meg hogy mit csináltál, meg hogy jutottál ide, meg azonnal hagyd abba, meg térészhez, meg a stb. Stb. Aztán persze lenyugszik az ember, és rájön, hogy a világ nem olyan lelkesedéssel fogja ezt az egészet fogadni. Egészen addig persze mindenkit érdekel az igazság, amíg az ő világát nem érinti, amíg nem kell változtatnunk semmit, amíg minden ugyanúgy maradhat. Azonban mihelyst változás következik be, és drasztikus változás ennek hatására onnantól kezdve az ember már elveszíti a lelkesedését, és annyira nem is érdekli ez az egész. Úgyhogy ezen természetesen én is átestem, és gondolom nagyon sokan mások is. Még annyit hagyd kérjek, hogyha valakinek, ha van kérdés, akkor azt a kommentben nagyszerű lenne, ha beírnátok, vagy bármit, hogyha halk, vagy nem lehet hallani, vagy akármi. Azt tudom, hogy nem lehet látni, az nem is probléma, hanem bármi kérdés, azt nyugodtan a kommentekbe beírhatjátok, mert én szívesen beszélek arról is,
vagy akármiről igazából. Úgyhogy nagyjából ez az, ami mindenki átesik szerintem. És aztán, mikor ráébred arra, hogy a világ nem fogja ezt az egészet tátkarokkal várni, és ebből nem lesz egy olyan mozgalom, ami több tízezer embert majd az utcára fog csalni, hogy tüntessenek azért, hogy már pedig nekünk azonnal mindenkinek a torát kellene követni, és a parancsolatokat is úgy kéne enni, inni, élni, öltözködni, ahogyan azt a teremtő meghatározta, akkor onnantól kezdve elkezd gondolkodni, hogy mi is az, amit tehet annak érdekében, hogy valamiféle változást idézzen elő. És szerintem persze ez egy hosszú folyamat a részemről is, és még bőven benne vagyok ebben ugyanúgy, ahogy mindannyian mindig is benne leszünk. Ez egy egész életen át tartó folyamat, ami így lett kitalálva. A teremtő így találta ki, hogy az, aki kitart, folyamatosan fejlődik, és egyre mélyebb rétegeit érti meg az igazságnak és az ő szavának, és akkor közelebb kerülhet hozzá. És ahogy közelebb kerül hozzá, egyre több az, ami tőle elvár. És ha hajlandó vállalni ezt a felelősséget, és hajlandó járni az utat, és a kellemetlenségeket vállalni, akkor egyre több igazságot fog megtudni a világról. És egyre közelebb kerülhet hozzá. Ez a jutalom azért, hogyha valaki hajlandó eltávolodni a világtól. Természetesen ez nincs ingyen. Úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy mindent lehet majd, és semmit nem adni, semmit nem változtatni, azok csalódni fognak a végén. De igazság szerint nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi az, amit mi tehetünk. És ha már a megoldásnál tartunk, akkor én azt szoktam javasolni mindenkinek, és én ezt a stratégiát követem, illetve én ezt csinálom a saját magam életében. Az első és legfontosabb ebben az egészben a mi viszonyunk a Teremtővel, és az, hogy mi hogyan alakítjuk a saját életünket. Mindenki nagyon lelkes, amikor arról van szó, hogy mások mit csinálnak rosszul, vagy hogy kellene másoknak viselkedniük, vagy mit kellene csinálniuk, vagy ezt csinálják rosszul, vagy azt, vagy amaz. Az első és legfontosabb az lenne, hogy mi saját magunk a jó úton járunk-e. És szerintem, ha körülnézünk a világban, ez a legnagyobb probléma, hogy az emberek ezt elfelejtették. Ha mi nem járunk a jó úton, a helyes úton, és nem közelítünk minden nap a Teremtő felé, nem próbálkozunk minden nap egyre szigorúbban járni az úton, és egyre inkább a keskeny út közepén járni, hogy nem fogunk tudni segíteni másoknak. Ez az egész út lényege. Nem véletlenül mondja azt, hogy legyünk mi a fény, vagy a világosság, vagy a lámpás, hiszen a lámpás az, ami mutatja az utat. Ha azonban mi nem járunk azon az úton, akkor nem fogunk tudni segíteni másoknak. Szerintem a stratégia ahelyett, hogy megpróbáljuk világgá kürtölni azt, amit mi gondolunk, vagy amit mi az igazságnak vélünk, ahelyett inkább hagyni kellene, hogy az életmódunk, ahogyan élünk, az mutassa az utat másoknak, ahelyett, hogy beszélünk, és próbáljuk ezt direkt, közvetlen módon terjeszteni. Hiszen ha belegondol mindenki, akkor rájön, hogy most azon kívül, hogy jó, ne lelop, ne csalj, ne hazudj, stb. Stb. Amit amúgy sem csinál, még a világi emberek nagy része sem, akkor az nem lehet a különbség. A különbség egészen másban fog megnyilvánulni. Ami szerintem az, hogy a részleteket,
az ember megismeri. Az természetes, hogy ne paráznák, hogy ne káromkodj, ne lop, ne csaj. Ezen túlmegy. És amikor megérti az ember, hogy mi is az a szeretet, amiről beszél, mi is az a lelki változás, az a spirituális változás, az a gondolkodásmód, az lesz az útmutató a többi ember számára. Az lesz az, ami megmutatja az embereknek, hogy ez egy másfajta ember. Természetesen, ó, ő nem eszik ezt, ő szombatnapon nem csinálja ezt, ő más ünnepeket tart, ő nem tartja be a világi ünnepeket, ő nem viselkedik így, ő nem öltözik úgy, ő nem jár ilyen helyekre vagy olyan helyekre, ő nem kell ki magából, stb. Ezek azok, amik majd oda vezetik azokat az embereket, akik ott a mindenható oda rendel, nem akit mi akarunk megmenteni, hanem akit ő oda rendelt ezekhez az emberekhez, vagy hozzánk. Ő az, aki kiválasztja azokat, akiket majd a végén megment. Az, hogy nekünk milyen szerepünk van ebben az egész folyamatban, az csak akkor derül ki, ha járjuk az utat, és felé közelítünk, különben nem fog kiderülni, nem fogja megmutatni. Úgyhogy én szerintem ez a megoldás. A parancsolatokkal együtt jár egy spirituális fejlődése az embernek. És ez a fejlődés egy olyan viselkedés változást fog előidézni, ami elkülöníti az embert a világtól. És óhatatlanul is mindenkinek szemet fog szúrni. És azok az emberek, akiket érdekel, akit a mindenható felébreszt ezáltal, azok meg fognak találni minket, és kérdezni fognak, és azt fogják mondani, hogy te miért csinálod ezt? Te miért csinálod azt? Hol van ez? Miért így? Miért úgy? Miért amúgy? És ez az, ahol igazán változást tudunk előidézni. És ez nem feltétlenül a család lesz, ez nem feltétlenül a barátaink lesznek, hanem valószínűleg teljesen más emberek. De a viselkedés változás az, ami a legtöbb embert hozzánk fogja úgymond csalogatni. Nem véletlenül hozza fel a halász példáját, hiszen a halász is kiveti a hálót, és vár, hogy a hal beleússzon. És nem berohan a vízbe, és próbálja elkapni a halat. És ez az, ahogyan nekünk kellene viselkedni. A viselkedésünk az, ami oda vonza hozzánk azokat, akiket a teremtő oda rendel. Úgyhogy szerintem ez a röviden, ha ezt rövidnek lehet mondani, ez a válasz arra, hogy mi a megoldás, hogy hogyan lehet kikerülni ebből az egészből, ebből a, ami közeleg, ez az új világrend dolog, meg a mikrochip, meg ezek a dolgok, az egy másik kérdés, de szorosan összefonódik ezzel a viselkedés formával. Nem lehet majd, egyszerűen nem lehet kikerülni a saját tudása vagy ereje, képességei által az embernek ebből. És hogyha hajlandó ezt elismerni, akkor meg fogja találni azt, hogy mi a megoldás, és hogyan is kellene kijutni ebből. De ez nem az lesz, hogy mennyi élelmiszer tudunk felhalmozni, vagy mennyi fegyverünk van, vagy mennyit edzünk, vagy mekkora bunkert ásunk a földbe, hanem sokkal inkább az, hogy spirituálisan milyen szintre jutunk el, és mennyire közel kerülünk a Teremtőhöz, és ő mennyire segít minket ebben az útban, ezen az úton és ebben a harcban. Szerintem ez a legnagyobb probléma, és ezt próbálom a videókban elmagyarázni akkor, amikor azt mondom, hogy nincs értelme próbálkozni és megváltoztatni a rendszert, hiszen a rendszer úgy van felépítve, hogy ezt nem lehet megváltoztatni. A mi képességeink nem elégségesek ahhoz, hogy változást idézzünk elő. És nekem meggyőződésem most már, hogy a mindenható így akarta ezt, sőt, biztos, hogy így akarta. Ez a lényeg, hogy rá legyünk utalva. Ez a lényeg az egésznek. Ha akarta volna, megteremtett volna minket úgy,
hogy le tudjuk rombolni a rendszert, azonban úgy akartam, hogy ne tudjuk, hanem hogy csak ő általa legyünk képesek legyőzni azt. És így rá legyünk kényszerülve arra, hogy közelítsünk hozzá, vagy pusztuljunk el a rendszerrel együtt, amikor ez a rendszer ugye hamarosan el fog tűnni a föld színéről. Mint ahogyan el is kell. És valószínűleg mindenki érzi belül, hogy ez a helyes út. Az, ami történik a világban, ez pontosan az, amire ez a világ rászolgál. Az, ahogyan az emberek élnek és gondolkodnak, az ezt eredményezi. És ha valaki ki akar ebből kerülni, annak egyetlen út áll az előtt. A másik út az a salóka. És az nagyon rövid távú gondolkodása utal. Sajnos a legtöbb ember azt választja is. De ez nem olyasmi, amit befolyásolni tudunk. Úgyhogy ez az a része, hogy mi az, amit csinálni lehet, mi a megoldás, és hogyan tudunk kikerülni belőle. Hogyha valaki követi az eseményeket világszerte, akkor látja azt, hogy a világ egy hatalmas káoszba süllyedt bele igazság szerint. És a probléma az, hogy nem veszik észre az emberek, hogy minél jobban kiabálják, hogy a szeretet a lényeg, annál nagyobb káosz uralkodik a világon. Én nem kevés videót néztem meg az amerikai eseményekről is arról, hogy mi történik ott mostanában, különös tekintettel a tüntetésekre, azokra a dolgokra, amik a Trump ellenes mozgalmat jellemzik, mi az, amit csinálnak. Természetesen azon kívül, hogy úgy tűnik, hogy az emberek nem hajlandók megérteni azt, hogy mindkét oldalt ugyanaz a rendszer, ugyanazok az emberek mozgatják. Nem csak az, hogy mindkét oldalt, hanem az összes alternatívát is. Teljesen mindegy, hogy lehet más a politika, vagy kétfarkú kutyapárt, vagy miép, vagy jobbik, vagy mit tudom én, mik vannak most. Teljesen mindegy. Nem ugyanaz a történet, csak egy más szemszögből. És ugyanez zajlik ott kint is. Minél hangosabban ordibálják az emberek, hogy ők mindenkit szeretnek, annál nagyobb a probléma. Hiszen az a szeretet, amit a világ hirdet, az az ellenségnek a szelleme. Spirituálisan ő az, aki azt a szeretetet kitalálta, és ő az, aki mögötte áll. Az a szeretet, aki mindenkit elfogad, mindent tolerál, és aki csak a szájával szereti a másikat egészen addig, amíg valamit tenni kell, ez az ellenségtől jön. Ezért néz ki úgy a világ, ahogy kinéz. Úgyhogy mindazok, akik azt mondják, hogy mi a bizonyíték erre, vagy mi a bizonyíték arra, az a bizonyíték rá, ahogyan a világ kinéz. Mi más bizonyíték kellene? Erre nincs képlet, vagy egyenlet, képek, vagy akármi. Ahogy az események uralkodnak, és ahogyan az események alakulnak, az a bizonyíték arra, hogy milyen irányba halad a világ. Van még egy másik kérdés, ami nagyon sokszor felmerül, és az, hogy mindenki nem lehet benne ebbe a dologba. Szerintem mindenki nincs is benne. De nem is kell, hogy benne legyen. Ugyanúgy, ahogy egy vállalat működik, vagy ahogy bármiféle szervezet működik, ugyanúgy működik a világ is. És mindenki, aki ismeri a piramis játék szót, az a szerveződést, amikor mint ahogy minden vállalat, vagy az egész világon minden struktúra, minden szociális struktúra felépül, hogy valaki a tetején áll, és onnantól kezdve
bizonyos mennyiségű ember irányítja az alatta levőket, és így tovább, és így tovább. Ha valaki megnézi azt a rendszert, ugyanúgy működik az úgymond új világrend, és ugyanúgy működik az Illuminati, meg a Bilderberg Group, vagy az összes többi, amit mindenki ismer. Ugyanígy működik az ellenség is. Nem, a dollár jelen levő piramis, és a fölött az a szem jelképezi az ellenséget. Ő az, aki átlátja az egészet, ő az, aki irányítja. Utána van egy kis réteg, az, hogy ki az, az teljesen mindegy. Ha valaki azt próbálja megfejteni, hogy ez a Rockefeller család, vagy ez a Rothschildok, vagy akárki, az teljesen jelentéktelen, hogy melyik ezek közül az, aki irányítja a világot. Nem az a lényeg. Hiszen úgysem fogjuk tudni megfejteni. Honnan is tudnánk, úgysem lesz egy dokumentum, ami majd megmondja, hogy ó, hé, most kiderült, vagy akár. Próbálom közben nézni azt, hogy milyen kommentek érkeznek. És mi az, amit esetleg kérdeztetek. Szóval ez a lényeg, hogy ezt úgysem lehet majd megtud, úgysem lehet megfejteni. Viszont nem is kell. Az ellenség az, aki mindent tud, és az egészet irányítása alatt tartja. Utána van egy réteg, akinek bizonyos információi vannak. És az alatt természetesen van egy másik réteg, akinek ennél kevesebb információja van. Ja, igen, látom a kommenteket. Hagy olvassam már, egy kicsit lelassítok. Igen. Oké, mindjárt rámegyek a kérdésekre, még ha nem felejtem el ezt a gondolatmenetet. Szóval nyilvánvalóan az tud mindent, aki a vállalatot irányítja, aki a tulajdonos. Ez így van a valóságban is. Miért lenne másként ezzel a rendszerrel? Ő mindent tud, átlátja a helyzetet, tudja, hogy mit akar, tudja, hogy merre halad az egész, és ő az, aki irányt szab az egésznek, ő az, aki kitalálja a stratégiát, a taktikát, ő vezeti a rendszert. Onnantól kezdve nyilván megbíz bizonyos mennyiségű embert, hogy ne őneki kelljen mindent csinálnia. Mint ahogy minden rendes vállalatnál van valami ügyvezető, igazgató, hogy mit tudom én, kik ezek a figurák. De nem mond nekik el mindent, nem mondja el nekik, hogy mennyi a bevétel pontosan, vagy nekik elmondja azt, amit nekik tudni kell ahhoz, hogy elmondják a következő rétegnek. A következő réteg, nyilván többen vannak, azoknak nem fognak elmondani mindent, hogy ennyi a bevételünk, így, úgy, amúgy. Elmondják azt, amit nekik tudniuk kell ahhoz, hogy megoldják azt, amit a főnök akar. Onnantól kezdve ez a harmadik réteg talál egy negyedik réteget, nyilván többet, mint amennyi volt. Elmondanak nekik annyit, hogy megoldják azt, amit az ő főnökeik akarnak, de nyilván nem lesz ugyanannyi. És így tovább, és így tovább. Úgyhogy ha valaki azt gondolja, hogy Orbán Viktor, vagy Gyurcsány, vagy Trump mindent tud, akkor az nem hiszem, hogy jó úton jár. Viszont nyilván valamelyik többet tud, mint az, aki ő alatta van. Ugyanígy épül fel ez a rendszer is. Úgyhogy nem kell mindenkinek benne lenni. Természetesen nincs benne az az ember, aki a NASA-nál azokat a grafikákat készíti. De nem is kell, hogy benne legyen. Neki nem kell tudni semmit. Neki annyit kell tudni, hogy csinálja meg azt a grafikát. Ugyanúgy, mint hogy a kőműves nem tudja, hogy mennyibe kerül majd az a ház a végén, vagy ki fog benne lakni, vagy kit kellett kitúrni ahhoz, hogy azt a földet megszerezze, ahol az a ház van. Neki annyi a dolga, felépítse a falat, aztán mehet, ahova akar.
még azt sem tudja, hogy milyen, abban sincs beleszólása, hogy milyen malter legyen, vagy milyen tégla legyen. Az egyetlen dolog, ami neki fontos, az az, hogy összerakja azt a falat, aztán meg eltűnjön onnan minél hamarabb. Utána ugyanez a helyzet a vízvezeték szerelővel, meg az összes többivel. Mindenki mehet oda, ahova akar. És nagyjából így működik az úgynevezett új világrend is. Azzal a különbséggel, hogy itt az ellenség az, aki irányítja az egész szituációt. Mikor azt kérdezik, hogy hogy lehet, hogy ezek az emberek így összerakták ezt a tervet? Ilyen nincs, hogy ezek ezt így össze. Persze, hiszen nem is ők rakták össze. Ez a lényeg az egésznek. Nem ők azok, akik összerakták a szerkezetet. Nem ők azok, akik kitalálták a tervet. És szerintem itt van a másik probléma az emberek gondolkodásában, hogy azt gondolják, hogy ó, én legyőzöm a gonoszt, én tudom, hogy mi a jó, vagy mi a rossz. Honnan tudná? Azt gondolja, hogy az ellenség ugyanolyan, mint mi, hogy ül a piramis tetején, azt várja, hogy az idő ketyegjen, hogy mi kitaláljuk a kocsit, meg várod 2000 évet, hogy összerakjunk egy repülőt, meg kitaláljuk a mobiltelefont, és akkor utána megindul. Én egyáltalán nem így képzelem el ezt. Sőt, szerintem nem így van. Biztos vagyok benne, hogy nem így van. Ő alig, hanem évszázadokkal előttünk járt. És tudta, hogy mit akar. Úgy irányította ezeket az embereket, hogy az legyen, amit ő akar most. Úgy irányította mindazokat, akiket a világ most hősként tisztel, mint Edison, vagy Ford, vagy az összes többi, hogy a vége az legyen, hogy mi mindenben, ami az megélhetésünkhöz kell, rájuk vagyunk szorulva. Az utolsó darabig. Nincs áram, ha nem fizetünk, nincs benzin, nincs élelmiszer, nincs víz, alig hanem levegő se lesz hamarosan. Ő volt az, aki összerakta a tervet az elején, és ezt akarta, ami most van. Ez az a rendszer, amiben sétálunk bele. Két választási lehetőség van. Az ember vagy ráhagyatkozik majd a világra ahhoz, hogy megéljen, vagy pedig a teremtőre hagyatkozik. És ez a két út lesz az ember előtt. Már ez a két út van. Már azon gondolkozik mindenki, hogy lehetséges az, hogy mi lesz akkor, hogyha nem lesz ez vagy az. Vagy mi lesz akkor, ha az oroszok elzárják a gázt, vagy ezt vagy azt. Mi lesz akkor, ha minden egyszerre történik majd meg. Mi lesz akkor, ha úgy lesz, mint ahogy most van Venezuelában, vagy most van a Közel-Keleten, vagy Kínában, vagy ahogy van szinte egész Dél-Amerikában, vagy Afrikában, vagy Oroszországban, vagy az Ázsia keleti részén. Mi van akkor, ha úgy lesz, mint ott? Mint gyakorlatilag az egész világon, mindenhol máshol, csak Európában. Miért gondolják az emberek, hogy itt örökké ez lesz? Hogy megnyitom a vízcsapat és jön a víz. Mi lesz akkor, ha nem fog jönni a víz? Hova fog akkor majd mindenki fordulni? Ez lesz a legnagyobb kérdés. Ez az egész, ez a kérdése, ez az egész, ami mindenkinek gondolkoznia kéne. Hova fog futni akkor, amikor majd ez lesz? Ez az, amit akart az ellenség. Ez az, amit mindig is akart, hogy végre legyen egy olyan világ, amikor az emberek nem tudnak termelni maguknak, mikor az emberek nem tudnak vizet szerezni maguknak, mert városokban élnek, mikor az emberek nem tudnak semmit csinálni egyedül, csak az ő rendszerének segítségével. És ez van most. És eljön majd az az idő, amikor nem fog működni a rendszer. És hamarosan következik az az idő. Amikor mindenki eldöntheti majd, hogy sorban áll azért, hogy segítsenek rajta, és ezért hajlandó elfogadni minden feltételt, vagy pedig azt mondja, hogy én kisétálok ebből, és majd ő segít nekem.
Ő, mint a teremtő. Ő lesz az, aki majd nekem mindent ad, mint ahogy tette azt az írás során mindig. Ez az, amit el akart érni az ellenség. De nem csak ő, hanem a teremtő maga is. Hogy letesztelje azt, hogy ki az, aki igazán hozzá közeli. És azért van annyira sokszor szó a videókban az úgynevezett keresztényekről, mert nem csak azok, akik már az úton járnak és próbálkoznak, és rájöttek arra, hogy mi a lényeg, azok lesznek tesztelve, hanem mindenki más. Az, aki most mondogatja, hogy ő mindenkit szeret, meg ő neki ez az első, meg az Úr, meg az Isten, meg a mit tudom én ki, az mit fog csinálni majd akkor, mikor az űrzavar lesz, és ezeket a kérdéseket fogják feltenni. Ez volt az egész lényege. Ezért haladt erre, ebbe az irányba haladt a történelem, hogy mindenki le legyen tesztelve, hogy mindenkinek egy választást meg kell hoznia ezt a döntést. És ha belegondolunk abba, hogy ez mennyire nehéz, hogyha egyáltalán képesek lennénk elképzelni azt, ami következik, és már hogyha bárkinek is van egy fogalma nagyjából, hogy mi a dolgok lefolyása egy időrendben, akkor az nyilván tudja, hogy a probléma nem lesz kicsi. De ha nem tudja, akkor is értenie kell azt, hogy hatalmas káosz lesz. És de hát ez volt a lényeg. Ez volt az egész lényeg. Érdemes megnézni csak azt a nemzeti alapjövedelem dolgot, vagy nem is tudom, hogy hívják. Valami alapjövedelem ez a lényeg. És nem véletlenül van szó ezekről a dolgokról, hiszen egy olyan világban, ahol mindent a technológia fog előállítani, ami nincsen messze. Lehet, hogy szerintem aki 30 évet beszél, az optimista. De legyen akármennyi. Ha kialakítunk egy olyan világot, ahol a termelés automatizált, és nekünk mindenünk megvan. Tegyük fel, hogy ingyen kapunk mindent, sőt fizetnek ezért. Illetve hát fizetnek, és azt tudjuk levásárolni. Akkor azt gondolja valaki, hogy annak nem lesznek feltételei? Mindazok, akik most azért harcolnak, hogy legyen egy mindenki egyenlő legyen, hogy osszuk el a javakat egyenlően, hogy itt majd egy ilyen hatalmas utópia fog kialakulni, azok azt gondolják, hogy akik most uralják és irányítják a rendszert, be fognak vállalni egy olyan szituációt, amikor ők egyenlőek velünk, amikor ők ugyanolyan kaptárházakba fognak lakni, mint amiben mi lakunk most, hogy mondjuk Bill Gates, aki annyira meg akarja menteni a világot, majd egy utcába fog lakni velem, Pesten, vagy Debrecenben, vagy bárhol. Én nehezen tudom ezt elképzelni, hogy egy ilyen világ kialakul. Viszont ha nem, akkor ki az, aki eldönti, hogy ki fogja irányítani ezt a világot? Mert ha azok irányítják, akik most irányítják, akkor valószínűleg ugyanolyan lesz, mint amilyen most. Annyi különbséggel, hogy nekik teljes irányításuk lesz az egész folyamatban. Azt pedig nem túl biztató szerintem. Hogyha belegondolunk abba, hogy ezek az emberek majd teljes irányítást élveznek, és nekünk fizetnek azért, hogy fogyasszunk, akkor mik lesznek az ő feltételeik, hogy mi ebben a rendszerben részt vegyünk? Vagy azt gondolja mindenki, hogy majd úgy fogunk élni, mint a Jetson családban, hogy röpködünk ki egyik bolygóról a másikra, meg mindent ők fizettek, mi csak így szórakozni fogunk,
És így lenni? Valakinek úgy tűnik, hogy a világ ebbe az irányba halad, vagy mindenki be akar jutni abba a rétegbe, aki majd irányítani fogja az egész? Teljesen mindegy, hogy ki az, akinek a vállára vagy a fejére kell lépnie. Mert szerintem ez az, ami történik most. De azt gondolni, hogy majd itt 5 millióan, 5 milliárdan fogunk utazgatni az elektromos repülőinkkel, meg hologram kirándulásokon részt venni, meg más bolygókra menni, az nem tudom. Az elég optimistának tűnik számom. Viszont akkor mik lesznek a feltételek? Nézzük meg a lapos földet, mert ez mindenkit érdekel, de előtte megnézem, hogy mi a helyzet a kommentekkel. Én mindenkit nagyon... Mindenkinek nagyon örülök, aki nézi, meg aki egyáltalán időt szán erre. Ugye arról van szó itt, hogy tesz az írás említést arról, hogy az ellenség ugye talán be tud férkőzni a gondolataimba, belelát-e az emberek gondolataiba. Természetesen, hogy ne. Ez a lényeg az egésznek. Pontosan ez a lényege. Nem csak, hogy belelát a gondolataimba, hanem ő ugyanúgy manipulálja, mint ahogyan a... Hát nem ugyanúgy, de hatással van rá, akár csak a teremtő hatással van rá. Ezért mondja az Efézusiakhoz 6:10-ben Saul, hogy ez egy spirituális harc. Hogy nem hús és vér ellen harcolunk, hanem spirituális hatalmak ellen. Pontosan ez a lényeg. Ezért nem értem a tüntetéseket, ezért hangsúlyoztam már annyiszor ki ezt az egészet, hogy teljesen mindegy, hogy hány embert távolítanak el az elnöki székből, teljesen mindegy, hogy hány akármi. Teljesen mindegy az egész. Ez nem számít. Ugyanaz a spirituális erő fogja a következő embert is irányítás alatt tartani, ami az előző. Nem véletlen az, hogy mindenki ugyanazt a tervet hagyja végre gyakorlatilag. Hiszen spirituálisan ugyanabban a szellemben él. Az a feminista, aki az utcán van félmeztelenül, vagy ez a színésznő, aki a filmben van félmeztelenül, vagy az a nő, aki a diszkóban táncol félmeztelenül, ugyanaz a spirituális erő hatása alatt áll, csak másképp jelenik meg a világban. Másként rombolja a társadalmat, és másként rombolja le az embereket, akik körülveszik őt, és akik vele kapcsolatba kerülnek. Ugyanez a férfival is. Az, aki otthon részegeskedik, vagy a kocsmába, vagy a főiskolán, vagy akárhol, ugyanaz a szellem rombolja le azt az embert is. Ugyanazok a spirituális erők járják a földet, és rombolják le az embereket ugyanazokkal a módszerekkel. Ezért néz ki úgy, hogy rengeteg ember ugyanazt csinálja. Aki elmegy egy tüntetésre, az annak a spirituális erőnek a hatása alá kerül. Hiszen nem véletlen, hogy a tömegben van egyfajta erő. A foci meccsen van egyfajta erő a tömegben, abban, hogy a tömeg kinek szurkol, kinek ordít. Ez az a spirituális erő, ami átjár egy-egy tömeg. Ha valaki elmegy és én nekem tényleg az emberekkel semmi problémám nincs, inkább azzal, amit csinálnak, de ha valaki az LGBT tüntetésen van, vagy a gay parade, vagy nem tudom minek hívják, a mit tudom én, ez a meleg felvonulás dolog, az óhatatlanul is annak az abban a szellemben fog operálni, utána viselkedni és mozogni hosszú ideig. És nem fogja tudni magáról levakarni azt az érzést. De ugyanilyen a szexualitás a filmekben, vagy a videoklipekben. Magáról az iparról nem is beszélve. Hiszen elég csak az embernek ránéznie véletlenül egy újságra, vagy egy jelenetet elcsípnie egy filmben, ami nem is feltétlen olyan jellegű film, csak ez benne szerepel. Onnantól kezdve az a kép benne van a fejében. Onnantól kezdve annak a spirituális erőnek, annak a szellemnek
teret adott önként. Onnantól kezdve az a szellem operál benne egy ideig. Arra fogja felbújtani, hogy olyan jellegű dolgokat, olyan gondolatai legyenek a fejében. Olyan irányba mozogjon, olyan képeket nézzen, olyan emberekkel beszéljen. És ezt le kell küzdeni utána. Egy folyamatos küzdelem lesz ez az egész, hogy ki azt a szellemet kiűzni magából. De a rosszabb oldala szerintem az egésznek az, hogy a teremtő szelleme nem fog megférni ezekkel a dolgokkal. És mihelyest az ember beenged egy ilyen spirituális erőt az ellenségtől, onnantól kezdve a teremtő spirituális ereje, ugye a megváltó szelleme nem fog benne lakozni, hiszen a kettő nem fér meg együtt. És onnantól kezdve ez egy óriási harccá fog átalakulni. Természetesen vissza tudja szerezni, és ki tud ebből kerülni, hiszen erre való az imádság, erre való az írás olvasása is, de erről a harcról szól az egész élet tulajdonképpen. A bujaság és a büszkeség rombolja le szinte az egész emberiséget. Ez a két dolog az, ami idáig juthatott minket. Persze vannak még egyéb spirituális erők és szellemek, de ez a két dolog lerombolta az egész emberiséget. Hiszen azt gondolom, nem kell senkinek bemutatni, hogy a bujaság és a szexualitás hogy rombolja, hiszen az egyáltalán nem fér meg a mindenhatóval. Nem véletlen, hogy az első, amit mondott Saul Pál, hogy a paráznaságot űzzétek ki magatokból. Meg a vérevést, meg a fulvaholt állatokat, meg a bálványokat, de a paráznaság az első volt. Tudta nagyon jól, hogy aki abba az irányba indul el, annak nagyon nehéz lesz visszakerülni. Úgyhogy érdemes elgondolkozni azon, hogy miért ilyen egyszerű hozzájutni ezekhez a dolgokhoz. Miért van ez ingyen? Miért ömlik ez a zenéből, a filmekből, gyakorlatilag már az utcán is? Már egy jó ideje. Miért ingyenes az interneten az összes ezzel foglalkozó weboldal? Pontosan ezért. Mert az ellenség tudja, hogy ezzel egyszerűen lerombol milliókat, hanem 10 és 100 milliókat. Hiszen ez az egyik legnehezebb dolog, aminek ellen kell állni. A másik az, hogy mit gondolnak rólunk az emberek. És ez a büszkeség. Ezzel a két dologgal gyakorlatilag lerombolja az egész világot. Amikor az ember azon gondolkodik, hogy mit gondolnak rólam a többiek, most mit fognak mondani, én azt mondtam, hogy lapos a föld. Én azt mondtam, hogy a teremtő létezik, hogy 6 nap alatt teremtette a világot. Hogy én azt hiszem, hogy ezt nem szabad ennünk, vagy azt. Vagy amazt a dolgot. Mit fognak gondolni a barátaim, mit fognak gondolni a rokonaim, mit fognak gondolni az emberek, hogy fogok kinézni. Ez mind ugyanez. Az ember büszkeségére játszik az ellenség. Ezt használja ki, ezt a gyengeséget. Úgyhogy ez a két dolog az, amit az ellenség irányít. Pontosan tudja, hogy mi jár az ember fejébe. Pontosan tudja. Azonban a megoldás nagyon egyszerű, csak a világ úgy alakult, hogy nem olyan egyszerű kivitelezni. A keskeny út közepén kell haladni, és akkor a mindenható segít. Mindaddig, amíg az ember ott van rajta, követi az utasításait, az instrukcióit, addig ő ráteszi a kezét, és megvédelmez ezektől az erőktől. Erről szól Jób, egyből az első fejezet elején erről beszél. Hogy az ellenség engedélyt kért tőle, hogy Jóbot megkísértse. Ugyanígy van, és így működik a világ. Amíg ő az ő útján jár az ember, addig segíteni fog. Ő nem mondta azt, hogy könnyű lesz, azt mondta, hogy megéri. Nem mondta azt, hogy mindenkinek Porsche-ja lesz, aki ezen az úton jár, hanem azt mondta, hogy mindenkinek meg lesz az, amire szüksége van, amire ő úgy gondolja, hogy az embernek szüksége van. Nem az,
amire az ember azt gondolja, hogy neki szüksége van. És ez így van. És ezt én a saját életemben tanúsíthatom mindenkinek. De szerintem mindenki pontosan tudja, aki ezen az úton jár, hogy ez mennyire így van. Ő védelmez ezektől, ettől a fertőtől, ami körülvesz minket, amíg az ember rajta van az úton. És lehet hibázni, és nem arról van szó, hogy mindig tökéletesnek kell lenni, hiszen ő tudja, hogy az ember nem tökéletes. Tudja, hogy hibázni fog, pontosan ezért van a megváltó, ezért küldte el, hogy a belévetett hit által fogunk a végén azok, akik szerencsések és eljutnak oda és kitartanak a végéig, üdvözölni. Azonban minden hibának megvan a következménye. Az pedig az, hogy ő elfordul tőlünk és eltávolodik egy időre. Mikor eltávolodik, kinyílik a kapu az ellenségnek, és akkor ő már pontosan tudja, hogy mi az, amivel az embert meg kell környékeznie. Bűntudat az egyik dolog. Mikor az ember bűntudatot érez, hogy ezt csináltam, azt mondtam, jaj, ezt csináltam a szombatnapon, az az ünnep, így, úgy, amúgy, így, így gondolkodtam, ezt mondtam. Akkor már az ellenség suttog a fülébe. Hogy úgy nem vagy jó, nem vagy tökéletes. Nem vagy, úgy se fog elfogadni. Csináld ezt, csináld azt, ez még belefér. Ezt még meg lehet csinálni a szombatnapon. Még ezt mondhatod, egyed ezt, így, úgy, amúgy. Ez az, amit ő csinál évezredek óta. Úgyhogy igen, pontosan tudja azt, hogy mi jár az ember fejébe. De teljesen mindegy. Mindaddig, amíg az ember az úton jár, az ellenségnek nincs hatalma. Az, aki azt gondolja, hogy ő okosabb, mint az ellenség, vagy spirituálisan erősebb, vagy intelligensebb, vagy bármilyen szinten is felveheti a versenyt az ellenséggel önmagában, az az ember már is elbukott. Ez az emberiségnek a 95%. Aki azt mondja, hogy majd én tudom, mi az igazság, majd én tudom, mi a jó. Azok az emberek ott vannak azon az úton, ahol az ellenség akar őket, azokkal nem is foglalkozik. Minek foglalkozna azokkal, akik oda mennek úgy is, ahova ő. Arra összpontosul az egész ereje, aki az utat próbálja járni. Ezért olyan nehéz. Úgyhogy ez egy spirituális harc, az egész erről szól. Természetesen látja, hogy mi az, ami a fejünkben van. Nézem, hogy van-e még itt valami. Ja, igen, ez a lapos föld dolog, ez... igen. Egy pillanat, csak olvasom a kommenteket, azt próbálom. Igen, a legtöbb ember csak a saját céljaival és életével törődik, csak így van, így van, így van. Így van. Pontosan. Pontosan így van. A legtöbb ember a saját boldogulása miatt aggódik. És szerintem az sem véletlen, hogy ez az egyik első dolog, amit a jelenések könyvében a megváltó felsorol, hogy azok, akik félnek. És nem tudom pontosan, hogy mi a kifejezés rá, de ők azok, akik félnek. Hiszen ők nem tudnak bekerülni, mivel ők rossz döntéseket hoznak akkor, amikor keresztút előtt állnak, hiszen magukért aggódnak. Azért aggódnak, hogy jaj, velem mi lesz. És nem azzal, hogy mi az, amit abban a pillanatban a teremtő meghatározott, hogy ő tegyen. Így teszteli az embert. És minél előrébb halad az ember az úton, annál nehezebb a teszt, de annál jobbak a képességei. Ugyanúgy, mint egy edzés. Mindig mindenki azt kérdezte, hogy ha majd edzettebb leszek, könnyebb lesz az edzés? Nem, az edzés nem lesz könnyebb, csak te fogsz tudni többet csinálni. Az edzés soha nem lesz könnyebb. Az edzés mindig ugyanolyan nehéz. Csak te többet tudsz csinálni egy edzésen. Ugyanígy működik a mindenható is. Vezet minket az úton. Tesztel, hogy hol járunk. És azért, hogy tanítson. Hiszen azt, akit szeret, azt fenyíti meg. Mert így mutatja meg azt, hogy szeret minket. Így lesz az ember erősebb a végére. Így fog eljutni oda. Amikor visszagondol, hogy egy éve mit gondolt, vagy mit csinált, vagy mi volt nehéz, akkor rájön arra, hogy,
hogy azt ma milyen könnyen, egyszerűen átlép rajta. Azonban, ami ma van, az nagyon nehéznek tűnik. Ez a hit, ehhez kell a hit, pontosan ehhez kell a hit az embernek. Ezeket a dolgokat átlépje, áthidalja ezeket a problémákat. És bízom benne abban, hogy tudja, hogy megmondta, hogy nem tesztel azon túl, amennyit tudja, hogy elbír az ember. Persze nyilván a teszt nem esik jól az embernek. De miután túl van a teszten, utána az ellenség egy kis időre eltávolodik, és akkor megint kisüt a nap, és egy ideig az ember úgy él, hogy végre látja azt, hogy milyen jó az, amikor az ember gondtalanul együtt járhat a teremtővel, az ő útján. Utána persze megint hibázik, és utána egy hullám völgybe kerül. Az ellenség megint megjelenik, aztán megint kijön belőle, ha szerencsé van, és folytatja tovább a harcot, mindaddig, amíg még egy lépést meg tud tenni. De én hálát adok minden nap teremtőnek azért, hogy nekünk ilyen egyszerű a helyzetünk itt Magyarországon. Hogy én csak bekapcsolom, megnyitom a csapot, és víz van, felkapcsolom a villanyt, és fényes, bekapcsolom a fűtést, olyan meleg van, amilyet akarok. Az nagyszerű. De megyek a boltba, veszek, ha ezt kívánok, azt veszek, ha azt, azt. Ha igazán belegondolna az ember, hogy működik ez a világ többi részén, akkor rájönne, hogy ez mennyire szerencsés helyzet. Amiben mi vagyunk. Igen. 80-90 nézik, én tudom, a sminkes videót meg 2000-en. Igen, igaz, hát ugye. Lehet, hogy később ezt is fogják nézni 15-en, de igazából mindegy, hogy hányan nézik. A lényeg az, hogy aki nézi, érti, hogy miről van szó. Igen. Hogy miért van ez, nem tudom. Ugye ez egy komment egyébként, vicces. Nem tudom, milyen sminkes videó az, amit 2000-en nézik. Na mindegy. Hogy miért? Hát szerintem azért, mert ez elszomorítja az embereket, hogy ez van. De ezt szerintem így van, ahogy... Hogy mondjam? Szerintem ez az arány, hogy őszinte legyen. Hogyha majd csinálok egy videót arról, hogy milyen kommentek érkeztek a laposföldes videóhoz, ami... Ez az indexes téma biztos, aki tudja, tudja, aki nem, de az indexen fönn volt az egyik laposföldes videó, és aznap volt, vagy 9000 kattintás, és hát, vagy 200 komment. Majd csinálok egy videót, fölteszem az új csatornán, remélem ez a 9 ember, aki itt van, már megértette azt, hogy van egy új YouTube csatorna, ugyanúgy megy tovább, mint az előző. Nagyon remélem, hogy ez a része megvan. Na mindegy, a lényeg az, hogy majd csinálok egy videót a kommentekből, és szerintem akkor fogja megérteni igazából mindenki, hogy milyen szinten is vannak az emberek. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok. Valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!